Köszöntöm nézőinket! A mai művészvárosban a Szentendrei Caritas közösség tegnap esti gála koncertjéről láthatnak egy összefoglalót, stúdiónkban pedig dr. Török Katalin volt vendégünk. Tartsanak velünk! November 17-én megalakulásának 30. évfordulója alkalmából a Szentendrei Caritas közösség gála koncerttel kedveskedett a közönségnek. Az esten Hegedűs Endre, Kossuth, Liszt és Cifradíjas zongoraművész és Hegedűs Katalin zongoraművész lépett fel. A Szentendrei Caritas 30 esztendeje alatt mindenki hozott olyan kincset, amivel a város közössége gazdagodott. Ezzel a gondolatával nyitotta meg az estet Kivér Zoltán. A Szentendrei Szent Erzsébet Caritas közösség vezetője hozzátette, Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe alkalom arra, hogy felemeljük a fejünket a mindennapi élet nehézségeiből, és kinyissuk a szívünket a másokra való odafigyelésre. Megnyitó beszédében Kivér Zoltán Ferenc pápát idézte. Arról szól ez a gondolat, hogy van egy nagyon furcsa paradoxon, ami ellentmond a logikának, hogy van olyan szegénység, ami gazdagságot hoz. És azt mondja a pápa Pál apostol után, hogy ne gyűjtögessünk itt a földön olyan kincseket, amit aztán majd a moly szétrág, a rozsda szétmar, meg ellopják a tolvajok, hanem valami más gyűjtögessünk. Olyan kincseket, ami az örök életre szól, és az egymás iránti odafigyelésről, az egymás iránti szeretetről szól. És ebben van ez a gazdagság. Kivér Zoltán, a Szentendrei Szent Erzsébet Caritas közösség vezetője kiemelte, ez a mai gálaest egyben egy hálaest is számukra, hogy megköszönjék azok szolgálatát, akik a három évtized alatt a Caritas munkájában részt vettek.
Még nehéz kimondani is, hogy már 30 éve itt Szentendrén van Karitász közösség, plébános atyán 92-ben, mikor időt Szentendrére, akkor az első dolga az volt, hogy egy Karitász közösséget összehívott. Önkéntes közösségről van szó, akik tényleg fizetés nélkül szeretetből végzik ezt a szép szolgálatot. És hát eltelt 30 esztendő, és úgy gondoltuk, hogy ez éppen elég idő ahhoz, hogy most ünnepeljünk is. Mert nagyon sokat dolgozunk, de az igazi emberi életnek talán a szépség az az ünneplés is, az is hozzátartozik, és most összehívtuk erre a gála műsorra azokat a testvéreket, akikről tudtuk azt, hogy nagyon sokat segítettek minket ebben a 30 esztendőben, ki ezzel, ki azzal. Kívés Zoltán a kezdetekről elmondta, míg korábban javarészt idősek jelentkeztek az önkéntes munkára, ma már a gimnazisták 50 órás kötelező önkéntes szolgálata miatt mindenféle korosztály bekapcsolódott a Karitász munkájába. A Szentendrei Szent Erzsébet Karitász közösség vezetője szervezetük missziójára is kitért. A mi küldetésünk az nem lehet más, mint ami az evangéliumnak a küldetése, tehát azt a fajta szeretetet, az egymás iránti odafigyelést, azt a tevékeny szeretetet, ami tettekben nyilvánul meg, amit mi tanulunk Jézustól, azt szeretnénk továbbadni Szentendrén elsősorban, de hát azért messzebb is, hogyha úgy hozza a sors, például most is küldtünk már sok mindent Kárpátaljára, tehát azt hiszem az evangélium örömhírének a továbbadása az elsődleges feladatunk. Mi azt úgy mondjuk, hogy az üdvösséget adjuk tovább elsősorban, és nem csak ruhát és pénzt. Kívés Zoltán az elmúlt 30 év munkájának középpontjába az emberi találkozásokat és az ezekből áradó szeretetet állította. Ez a szeretet, amit mi kaptunk, és próbáljuk továbbadni, ez olyan fajta szeretet, ami úgy mindenhova elér. Elér az idősekhez, a magányosokhoz, elér a családokhoz, és elér a gyerekekhez. Így aztán a mi Karitász munkánk az igazából mindenféle életkort próbál utolérni, úgyhogy így van az, hogy idősekkel is szoktunk beszélgetni, velük is foglalkozunk, külön családokkal is, és elég sok gyerekprogramot szervezünk, úgyhogy próbáljuk így a legkülönbözőbb életkorú rászorulókat megszólítani a munkánkkal. Kívés Zoltán a Szentendrei Szent Erzsébet Karitász ünnepi hetéről és a közeli programokról is szót ejtett. Ezen a héten ünnepeik szombaton Árpádházi Szent Erzsébetet, ugye, aki ennek a tevékeny szeretetnek az egyik legszebb tanúságát tette 800 év távolatából, ami számunkra egy óriási példa. Úgyhogy ma megtartjuk ezt a kis gálaestet, aztán pénteken szánunk időt arra is, hogy az elhunyt Karitász tagok ígért imádkozzunk, úgyhogy pénteken 3 órától a felső templomba egy imaóra lesz a már köztünk nem lévő Karitász tagokért. Szombaton lesz Szent Erzsébet ünnepe, akkor kölcsön kapjuk Pilismarótról Szent Erzsébet erekjéjét, amit a Péterpál templomba ünnepélyesen reggel kihelyezünk a misén, és akkor egész nap lehet imádkozni, akkor lesz a liturgia, mert az is nagyon fontos, hogy meg is ünnepeljük a liturgiában is, mert igazából onnan terjed szét a tevékeny szeretet az egyházi liturgiából, a Szent Miséből. Ugye ez lesz szombaton reggel, és vasárnap pedig meghívjuk magukat, a rászorulókat is a 12:30-es misére, amikor kiosztjuk a Szent Erzsébet kenyerét. A Szentendrei Szent Erzsébet Karitász vezetője beszélt a karácsonyi készületekről és a téli tervekről is. Újra kinyitjuk a kis adományboltunkat, ott a templom mellett megszervezzük a szokásos Karitász vásárt, és hát próbálunk eljutni mindenkihez. Elindult a tűzifa segélyezés, azzal is sok munkánk van, úgyhogy igyekszünk valahogyan úgy végig élni ezt a telet, hogy senki ne érezze magát nehéz helyzetbe.
Az est megnyitóján Blankenstein György atya saját gyerekkori emlékeit is megosztva a közösség jelentőségét hangsúlyozta. Mint mondta, a Caritas is olyan közösség, amely tagjai elhatározták, hogy másoknak adnak. Ez az adomány pedig lehet idő, figyelem és akár pénz is. Cél, hogy segítsen a másikon. György atya kiemelte, tevékenységüket a Jóisten vezette, mindig volt elég pénz az adományokra. Sokkal több jó ember van, mint rossz. Csak a rosszat az annyira élesen látjuk. Mondjuk ebben nincs baj az, hogy élesen látjuk, csak az a baj, hogy ki is mondjuk, meg kritizáljuk is, meg bántjuk is esetleg, az nem jó. De az, hogy látom a rosszat, és ezt én nem akarom, és ez fáj nekem, azzal nincsen baj. De a jó is ott van az embereknek a szívébe. És ez egy nagy dolog az, hogy ezt úgy elő lehet hozni. A Szentendre én úgy látom, hogy nagyon adakozó közösség. Tehát nem volt olyan gyűjtés, ami hát nem hozta volna azt az remélt összeget, amire szükség volt az, hogy akár egy gyáni tábort meg tudtunk szervezni, akár a téli tüzelőt, és az összes program. Az atya hangsúlyozta. A segítők szolgálata idővel közösségé kovácsolta az embereket, közösségé, amelyre óriás szüksége van a társadalomnak. A közösség az belénk van írva a szívünkbe. Ezt próbálják mostan valahogy kiirtani, ami egy őrültség, tehát nem normális dolog, mert a szívbe bele van írva az, hogy vágyom valahová tartozni, ahol szeretnek, elfogadnak, számon tartanak, figyelnek. Most egy gyerek a programokon keresztül, a játékokon keresztül, persze azért veszekedéssel is jár ez, mert azért nincs mindenkiben benne az a elfogadás, a másiknak a szeretése, de tanulják is közben azt, hogy mit jelent szeretni, vagy mit jelent bocsánatot kérni. Szóval itt azért nagy dolgok történnek a kis szívükbe, hogy ami most nem azt mondom azt, hogy ezek mind hívővé válnak és vallásossá válnak, de valahol a jó el van ültetve a szívben, és én ezt tartom a legfontosabbnak. A Szentendrei Caritas csoport a helyi Caritas alapítójának, Blankenstein György atyának az esten a közösség létrehozásáért és támogatásáért ajándéktárgyat, valamint a 30 éves jubileum emlékére a csoportban 30 éve folyamatosan szolgáló tagjainak Borsódi Eszter keramikus művész által készített plakettet adott át. Dr. Török Katalin, társadalomtörténeti kutató, helytörténész, művészeti író, 2009 óta tart előadássorozatokat Szentendrén. Katalinnal a munkájáról és jelenlegi rendezvényeiről beszélgettünk. Üdvözlöm Török Katalint. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy hogy definiálná magát? Bár gondolom a foglalkozásomra érti a kérdést. Történelmi néprajz szakon végeztem az egyetemen, mielőtt Szentendrére költöztem, és ennek most már 51 éve, illetve az itt eltöltött első körülbelül 20 évben társadalomtörténeti kutatásokkal foglalkoztam elsősorban, és 88-89-ben még semmi köze nem volt a készülő rendszerváltáshoz, vagy bekövetkezett rendszerváltáshoz. Úgy alakult az életem, hogy a figyelmem és az anyag, amivel elkezdtem foglalkozni, a Szentendréhez kötött egyre jobban, míg végül beszippantott teljesen. Úgyhogy az elmúlt 30 évben már nem az ország távolabbi pontjain vannak azok a kutatóhelyek, amikkel foglalkozom, hanem Szentendre lett. Izbéggel indult, mert akkor ott laktam, és aztán ez kiszélesedett, és Szentendre mindenféle megközelítésben, de elsősorban a történeti múltja az elmúlt 300 évre, középkorhoz nem értek, azzal nem foglalkoztam soha.
Tehát az elmúlt 300 év várostörténete, helytörténete és 20. századtól kezdődően képzőművészeti élete, tehát ezek lettek a fő területek. És mint társadalom történeti kutató, miben más ez, mit ad hozzá még a művészeti élet ismeretéhez egy társadalom tudományi hozzáállás, szemlélet? Hát szerintem nagyon sokat. És azt tapasztaltam, hogy ugye az egész világunk minden téren, és minden tudományág, orvostudomány is például, ízekre, szeletekre szedi szét az ember. Tehát nagyon specializálódott a világ. Ez a humán területen, a humán tudományágakban is bekövetkezett, ami Szentendrére szűkítve most a szót, tisztelet a kivételnek van, mert van, de nagyon-nagyon kevés. 1 a 10-hez, vagy 2 a 10-hez, hogy a régész csak régészettel foglalkozik, az irodalomtörténés csak irodalom, művészettörténés csak, a szigorúan szorosan vett művészettörténettel, a történész csak a szorosan vett történettudományi módszerekkel és forrásokkal próbálja a kutatástárgyát körbejárni, megválaszolni. Na most az élet az egy szerves egész. És mivel már egyetemista koromban, a szakdolgozatomnál, aztán később a disszertációmban is ugyanezzel a szemlélettel, akkor tudtam meg magamról, hogy én így működök. Hát ezt a szemléletet, mivel belőlem fakadt, tehát nem egy külső megrendelés, kérés volt, ezért Szentendrét is csak így tudom értelmezni. Volt például az előadásaim között egy olyan egyéves előadássorozat, aminek azt a címet adtam, hogy műalkotásokba kódolt várostörténet. Tehát végig elemeztem rengeteg festményt, amit a festők, a plener festők, tehát akik kint a várost festették, hogy azokban a festményekben milyen sok várostörténeti adat, érdekesség van bekódolva, amit esetleg a festő nem ezzel a szándékkal festett, de hát itt élt a városban, látta, hogy mi, hogy alakul, és megfestette. Úgyhogy a kérdésére röviden válaszolva, sokkal gazdagabb és sokkal jobban átélhető és megjegyezhető képet ad, mert rávilágítja az embereket, a hallgatókat arra, az összefüggések mindig segítenek megérteni a dolgokat, talán kevesebb miért marad utána. 2009 óta egy nagyon sikeres, vagy nagyon sikeres előadássorozatok tart a városnak a művészeti életéről, helytörténetéről. Mi tartja életben ezeket az előadássorozatokat? 2009-ben a Partmozinak új vezetése lett Klötz Ildikó személyében. És akkor ő tudta, mert korábbról ismertük már egymást, hogy írtam egy könyvet, ami ugyan még akkor nem jelent meg, az volt a címe, vagy az a címe, mert azóta megjelent 10 évvel ezelőtt, Ferenci Múzeum kiadásában, hogy Szentendrei és legendás festői. Tehát ott is a város, és a városnak a festői. Deimpálnak van egy örökérvényi nagyon szép mondata, amit úgy fogalmazott meg, hogy ezeknek a két világháború közötti festőknek, a plener nagy festőgenerációnak a város volt a múzsája. Tehát érzelmileg is, és látványt illetően is a városból táplálkoztak. Tehát az Ildikó tudott arról, hogy van egy ilyen nagy kéziratom készülő könyvem, akkor kezdte el a mozi vezetését, és megkérdezett, hogy nem lenne kedvem előadást tartani, mert hogy ő azt szeretné, hogyha a mozi egy olyan hely lenne, ahol nem csak filmeket vetítenek, bejön az ember, utána kész, hazamegy, hanem kiállítások lennének, stb.
Hát szokták mondani, vagy közmondás, ez olyan volt nekem, mint mikor a mackót beengedik a mézesboltba, rögtön igent mondtam, és így 2009-ben sor került az első előadás sorozatra, a könyvnek 9 fejezete van, még egy, nem tudom mivel lett, talán egy átfogó, tehát 10 hónapon keresztül minden hónapban egy előadás, 2 hónap nyári szünet van minden évben. És azt tapasztaltuk, hogy van rá igen váratlanul nagy érdeklődés. A Ferenciekről tartott előadásomban például a nagy terem, a nagy vetítőterem fullig megtelt emberekkel. Eltelt az év, és az év végén kaptam a kérdést, hogy lenne-e kedved folytatni. Gondolkoztam rajta, témákat ajánlottam, és akkor ez így elindult, és évről évre folytatódott, és jöttek az újabb és újabb témák. Nyilván nagy szerep jutott ebben amellett, hogy a mozi vezetése erre lehetőséget adott, mint intézmény, hogy a közönség tartotta gyakorlatilag életbe. Tehát én hiába találtam volna ki akármit, ha nincs rá érdeklődés, és egy-két ember ül csak be, akkor ez elmaradt volna. Azt hiszem, hogy sikerült eltalálnom ezzel a szemléletmóddal, amivel én, ahogy szokták mondani, gyárilag rendelkezem, egy olyan láttatási módot, amit szeretnek az emberek, vagy amire vevők az emberek. Egy valamit el kell mondanom, mert ez nagyon lényeges, hogy mind a mai napig a legelső előadástól kezdve mindegyiken 100-150, néha 160 képet vetítek le. Tehát ez nem csak beszédre alapuló előadások, hanem óriási mennyiségű műtárgyreprodukciót, archív fotót, általam vagy barátaim, ismerőseim által a jelenlegi Szentendre még fel nem fedezett, vagy rejtőzködő, intimitásban létező érdekességeiről vetít ki a vászonra képet. És ennek van hatása. Mindjárt visszatérünk majd a sorozatokra is, az éppen aktuálisakra. Szentendre történetét, avval a korszakokkal, amikkel ön foglalkozik, milyen korszakhatárokat lehet húzni, milyen jelentős események történtek a város életében, ami hatással van a hely történeté és a művészetére? Igen. Az az időszak, amit az én előadásaim érintenek, vagy érinteni tudnak a rendelkezésre álló szakirodalom alapján, az a 17. század végével a szerb betelepüléssel, és itt a szervet gyűjtő fogalomként értem, tehát a török elől, a Balkánról, Európa északi részére, így Magyarországra is elmenekült lakosság megérkezésével kezdődik. A 18. század az gyakorlatilag egy hihetetlen erőfeszítés, nem erőlködés, erőfeszítés, kitartó nemes munka eredményeként újra létrehozta a várost, amilyen hódoltság alatt erősen elpusztult. Akkor épülnek meg a barokk templomok, és az a még meglévő történeti városmag, amit ismerünk, és alakul ki a középkorra alapozódva a mai város szerkezet is, vagy annak a nagy része. A 19. század ezt gyakorlatilag fenntartja. Túl sokat nem tesz hozzá, persze akkor is épülnek új épületek, a lakosság növekszik, gyarapodik, de nem kiugróan. Majd a 19. század végén 2 olyan esemény történik, olyan esemény történik, még több, nem számolom. 1838-as nagy árvíz, nagyon keményen érinti Szentendrét, de talpra áll belőle, tehát nem rengeti meg, hogy úgy mondjam. 48-as szabadságharc nem nagyon érinti Szentendrét, vagy lehet mondani, hogy közvetlenül egyáltalán nem.
1972-ben lesz rendezett tanácsú város. Ez már egy olyan változás, ami Dumcsa Jenő lesz az első polgármester, ez is jelentős, de ami a legjelentősebb a 19. században, az a 80-as évek elején az országban mindenhol, de a 80-as évek elején itt Szentendrén is megjelenő filoxéra, ami kipusztítja azt a 2500 körüli holdra tett szőlőállományt, ami a várost a 18. században gazdaggá tette, és mellette a kereskedelem és az ipar is, de a szőlő az egy nagyon meghatározó tényező volt. Na most ez az élet minden területére nyilvánvalóan begyűrűzött. Ez egy nagyon lényeges változás a 19. században, plusz az, hogy nem sokkal utána megindult a vonat, a helyi érdekű vasút, ami teret nyitott az itt élő lakosságnak. 20. század eleje, első világháború, az mint az országban mindenhol, Szentendrét is nem kellően feldolgozott a téma, de érintette, de erre most nem térnék ki különösebben. 20-as évek. 20-as években alakul meg a Szentendrei Művésztelep. Akkor még nem tudta senki, nem gondolta senki, hogy ennek az elkövetkező évszázadra ilyen nagy súlya és jelentősége lesz. Jött a második világháború. Második világháború utáni politikai, ideológiai változás, jogi, ezt viszonylag jól ismerjük mindannyian, és hát, hogy így fogalmazzak, nagyon, nagyon nem szeretek, és nagyon nehéz ilyen nagy horderejű változásokról ilyen röviden beszélni. Szóval az 50-es, 60-as években még nem történik semmi látványos dolog a háború borzalmai után, lassan-lassan magához térő és az új rendet kóstolgató, elszenvedő és tanuló Szentendre számára sem. A nagy fordulat, a nagy boom az a 60-as évek végén, 70-es évek elején, tehát a két évtized fordulóján következik be. Akkor indul a teátrum, akkor kap Szentendre még egy új művésztelepet, az új művésztelepet, a régit lebontják és teljesen újjáépítik. Akkor jelennek meg a palettán, a város palettáján a vajdások, éppen idén ünneplik meglétük 50. évfordulóját, és a 60-as évek közepén már így csepegtetve elindulnak a modern lakásépítések, tehát olyan stílusú házak, ami korábban nem voltak, de a nagy berobbanás az a 70-es években következik be. 70-es évektől a 80-as évek közepéig nagyjából. 70-es években kezd el Szentendre a múzeumok városa lenni, a céli kultúrpolitikához kötjük, hát annak az idejére esik, és nyilván ez az ő akarása nélkül nem történhetett volna meg. Lényeg az, hogy Szentendrének adott ez egy olyan egyéni karaktert, amitől Szentendre a múzeumok városa lett. Már az előző század, vagy a korábbi évszázadok, főleg a 18. tette Szentendrét a szerbek városává, a barokk kisvárosá. Na ez volt a 70-es, 80-as évek, múzeumok, építkezés, lakótelepek, demográfiai robbanás. Aztán jött a rendszerváltás, ami más módon, de az én meglátásom szerint rendesen fejtetőre állított ugyancsak mindent, aminek van jó és kevésbé jó vonzata is. Térjünk most vissza az előadássorozatokhoz. Most két futó előadássorozat van. Az egyik az a Partmoziban a Mit üzen a múlt, illetve a Pest megyei könyvtárban a Szentendre új megvilágításban. Erről a két sorozatról legyen kedves pár szót mondani, illetve az, hogy mitől új megvilágítás? Igen.
13. vagy 14. éve, idén 13. vagy 14. éve, hogy tartom a moziban ezeket az előadásokat. Na most, amit kérdezett tőlem, és amire ilyen kicsit sután a tömörítés kényszerre alatt válaszoltam, én ezeket a témákat, és ezért nagyon-nagyon hálás vagyok a mozinak, meg a városnak, hogy lehetőséget adott arra, hogy ezeket kifejtve beszélhessek róla, gondolatokat ébreszthessek a hallgatók fejében, nyitott kérdésekre hívhassam fel a figyelmüket, és rengeteg-rengeteg képpel láttatni tudjam azt, hogy mi volt és mi van. Mert amikor az ember az 1930-as évekbeli Bogdányi utcát egy archív fotón levetíti a vászonra, és utána levetíti a mostani Bogdányi utcát. Szinte nem kell mellé beszélni, de persze sok mindent el lehet mondani, hogy akkor miért volt olyan, és mennyi ideje olyan, hogy azt a 200-250 éve őrzött állapotot egy másfél-két, na legyen három évtized alatt, blumsz, teljes karakterváltás következett be. Ezek nagyon izgalmas társadalomtörténeti jelenségek és folyamatok. Partmozi, mit üzen a múlt? Ez egy mostani néhány alkalomból álló előadásomnak a sorozat címe, amin belül mindig valamilyen más téma kerül terítékre. A könyvtárban pedig még zárójelben hadd mondjam el, hogy volt egy rövid időszak, amikor változás történt a mozi vezetésében, és volt egy rövid időszak, amikor úgy tűnt, hogy nem tudom folytatni az előadás sorozatot, átszenverzések, anyagi és egyéb helyzet miatt, és ez eljutott valahogy az új könyvtár igazgató fülébe, és gondolt egy nagyot, ahogy ezt később elmesélte, hogy hát nekünk van helytörténeti könyvtárunk, helytörténeti gyűjteményünk, hát egy helytörténeti előadás sorozatnak itt a helye a könyvtárba. Felkért, hogy tartanék-e ott náluk előadást. Közben a könyvtárban, vagy a moziban úgy alakultak a dolgok, hogy mégis lehetett folytatni. Úgyhogy így állt elő az a helyzet, hogy a hosszú-hosszú éveken keresztül havi egy előadásból lett havi két előadás, az egyik itt a másikot, új megvilágításban. Miután elfogadtam a felkérést, elkezdtem gondolkozni azon, hogy abból a helyzetből, hogy most a könyvtárban fogok előadni, tudok-e valami új elemet, új szint bevinni az előadásaimba? És nagyon örültem, megmondom őszintén, amikor eszembe jutott az a gondolat, hogy minden előadás, úgy válogatom össze a témákat, olyan témákat veszek gorcső alá, amihez tudok alapos olvasni valókat is ajánlani. Ez az új megvilágítás, hogy nem csak meghallgatod az előadást, nem csak megnézed a képeket, a levetített képanyagot, hanem ha megragadod, ha érdekel, ha többet szeretnél tudni róla, akkor minden előadáson kapsz néhány olyan könyvcímet, vagy írott anyagot, könyvtári anyagot, sőt, még azt is meg tudom mondani a saját tapasztalatból, hogy ezek közül mi az, ami itt a könyvtárban megvan, de ha nincs meg, akkor, és nagyon szeretnétek, akkor kérjétek meg könyvtárközi kölcsönzéset. Én is úgy kaptam meg, úgyis beszerezhető. És akkor ettől lett egy új ráerősítés az egész dologra. Még egy rövid kérdést szeretnék a végére, hogy vannak-e tervek a következő témával kapcsolatban? Hát nézze, az idei hátralévő
Mennyi van még hátrad? Egy novemberi a könyvtárban, és két decemberi, itt is, ott is egy-egy. Tehát erre természetesen megvan, mert mindig korábban le kell adni a... Későbbiekre gondoltam. Igen, évelején ugye az egész éves tematikát le kell adni. Erre az évre megvan. Hogy jövőre mi lesz, nem tudom, nem beszéltünk még róla, nem kaptam még felkérést, tehát semmit nem tudok ezt illetően mondani, de nagyon szívesen mondom, hogy mi lesz még idén. Azt nagyon szép, jó? Köszönöm, igen. Na, el ne tévesszem. Igen, a jövő héten lesz a könyvtárban a guggolós bor és a rác... Űrmös, valami ilyesmi, igen, címet adtam, a szentendrei szőlő és borkultúra, híres szentendrei szőlő és borkultúra emlékei. Tehát lesz szó magáról, a témáról, és mindig nagyon nagy hangsúlyt fektetek minden témánál arra, hogy az adott témából mi az, ami napjainkban is bárki számára, aki Szentendrén él, vagy Szentendrén jön, megy, látható és elérhető legyen, mert sokszor ott megyünk el mellette nap, mint nap, csak éppen nem veszük észre, vagy nem gondolunk rá. Na, ez lesz a jövő héten. Akkor ugyancsak a könyvtárban lesz egy olyan előadás, vagy a decemberi előadás, az a téli ünnepek, szokások témakörét járja körbe, mert rendkívül fontosnak tartom, hogy egy általában az ember egyéni életében is, de egy olyan városban, mint Szentendre, a múltat nem szabad elengedni. Azt állandóan kézben kell tartani, hogy ne felejtődjék el. Most azok a téli ünnepek, szokások, amikről beszélni fogok, azoknak már egy jó része nem, nincs gyakorlatban, viszont bármikor, hogy hát az életünk így zajlik, évszázadok, évezredekre visszamenően is látjuk, hogy elhalnak, kipusztulnak dolgok, és azt hiszük, hogy vége, és akkor egyszer csak újra kell. Na, ez lesz a könyvtárban, és a moziban pedig, most hirtelen nem fogom tudni a pontos címet mondani, Szentendre, ahogy ritkán látni, vagy valami ilyesmi címet adtam annak a témának, amiben, vagy amivel azt a Szentendrét szeretném láttatni, és legyen ez egy kicsit karácsonyi ajándék is, majd azoknak, akik eljönnek, ami itt van, de nem tudunk róla, hogy itt van. Épített környezet elsősorban, olyan elképesztő dolgok láthatók még mindig Szentendrén, de ezek az intimitásuk, a rejtettségük miatt, és a mi egyre jobban ránk kényszerült, erőltetett tempó miatt, ahogy élünk, vagy a napjainkat töltjük, tényleg elsuhanunk mellettük, és nem vesszük észre, de amikor ülünk egy székben, és a vászonra kivetítik, hogy Jézusom, ez nem létezik. Hát két házzal odébb lakom. És más szemszögből, sokszor fölülről vett fotókkal. Azért mondom, hogy itt a fotók nagyon lényegesek, vagy a képanyag, mert rengeteg mindent nem lehet elmondani. De ha mondok valamit, ráirányítom a figyelmet, és oda vetítem a képet, akkor felejthetetlen lesz. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és sok ilyen előadássorozatot kívánunk magunknak, hogy minél jobban megismerjük Szentendrét, művészetét. Dömény Krisztián, a Citeralter Klub házigazdája, ezúttal ismét zeneakadémistákat lát vendégül november 24-én 19 órától a Dunaparti Művelődési Házban. A vendég a Cinka Trió lesz. A belépés díjtalan, szeretettel várnak mindenkit. Ez volt már a Művészváros. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Szép hétvégét, viszontlátásra!